Köszöntöm nézőinket, az orvos válaszol, dr. Tóth Antal, belgyógyász főorvos a vendégem, köszöntöm szeretettel, és hát állandó segítőnket, Tam Beát is. Érdekes a téma, én sokszor hallottam már róla, de igazán még mindig nem tudom megfogni, ez nem más, mint a vérzékenység. Én azt gondolom, hogy kiindulásként tisztázzuk is, hogy mit akar ez a betegség. Jó estét kívánok! A vérzékenység tulajdonképpen egy olyan betegség, ami, hogyha a szervezetet valami baleset, trauma éri, például megvágjuk a kezünket, akkor elindul a vérzés. A vérzés megállítása a szervezetnek nagyon fontos feladata. Három ilyen megállító mechanizmus van tulajdonképpen. Az egyik az épp érfal és érfali működés, a másik a megfelelő mennyiségű és funkciójú vérlemezke szám, és a harmadik pedig a vérplazmában lévő alvadási faktorok szám szerint 14-en. Tehát ezek a felelősek azért, hogyha elvágjuk a kezünket, akkor megálljon a vérzés. Az igazi vérzékenység melyik faktornak, melyik résznek az igazi problémája? Igen, tehát a vérzékenységeknek tulajdonképpen két nagy csoportjáról érdemes beszélgetni. Az egyik a vele született vérzékenységek. Ez relatíve kevés van, de elég nagy gondot jelent. A másik pedig a szerzett vérzékenységek, amikor életünk során kapunk olyan betegséget, ami vérzékenységet okoz. Hát itt első helyen talán az alkoholos májbetegségeket, a májzsugorodást lehetne említeni. Hadd kérdezzem, azt megutalt rá a főorvos úr, hogy nagyon nagy probléma a vele született vérzékenység. Ez mit jelent pontosabban? Egyáltalán bennem felmerül az is laikusként, hogy ez rögtön mindjárt kiderül, amikor a csecsemő világra jön, hogy itt milyen probléma? Az esetek egy részében igen, néha 2-3 éves korban, néha később. Attól függ, hogy milyen természetű öröklött vérzékenységről van szó, és attól függ, hogy mekkora a faktor hiánya a betegeknek. Nagyon érdekes története van ezeknek. Tulajdonképpen az első igazi leírás ezekről az 5. században már a Talmudban szerepel, ahol pontosan körülírják, leírják ezt a betegséget. Néhány ilyen nevesebb személyiségről tudjuk, például II. Miklós cárnak a fia, a cárevics is ilyen betegségben szenvedett. Az igazi áttörés tulajdonképpen az 1940-es évre tehető, amikor felfedezték azt, hogy egyes vérzékenységben szenvedő betegeknél, hogyha egészséges egyéntől vérplazmát transzfundálunk, akkor ez megállítja a vérzékeny betegek vérzését. Ez egy nagy mérföldkő volt, és ezután már intenzív kutatások kezdődtek, azonosították a különböző hemofília típusokat, és kialakultak a kezelési módok, kezdetben vérplazmával, miután ennek a sok veszélyére rájöttünk, később koncentrált vírusinaktivált faktorkészítményekkel, még később pedig rekombináns technikával előállított szintetikus alvadási faktorok jöttek ezeknek a betegségeknek a kezelésében. Ezek az egyre is újabb és újabb készítmények egyre biztonságosabbak is? Igen. Tulajdonképpen vérplazma készítményeknek a fő gondja az volt, ugye, hogy a vírusátvitel elsősorban a hepatitis B, hepatitis C és újabban az AIDS vírus átvihető volt ezekkel a készítményekkel. Most sajnos ennek meg is lett az eredménye, mert a hemofiliások között nagyon sok beteg akvirált B-vírust, C-vírust, sőt AIDS-et is. Hát emiatt világszerte kártérítési perek is folytak. Na most a manapság már ezeket a hemofiliásoknál, ezeket a plazmakészítményeket ilyen formában nem használjuk, mert 2 évtizede lassan. A mai faktorok ezek tisztítottak, koncentráltak, vírusinaktiváltak, tehát gyakorlatilag teljesen biztonságosnak tekinthetők. Elhangzott, hogy nem olyan gyakori ez a betegség. Itt nem egyében hány hemofiliás van? Hát a hemofiliás felnőtt gondozott betegünk Tolna megyében 4 van. Willebrand faktorhiányos család szintén 3-4 van, az több embert érint.
tehát végül is nem gyakori. Gyerekpopulációban pontos számadatot nem tudnék erre mondani. Bennem az a kérdés ötlött fel, főorvos úr, hogyha én tudom azt, hogy fennállhat az a veszély, hogy esetleg a megszületendő gyermek ezt a betegséget örökli, akkor kimutatható-e ez a magzati létben már ez a betegség, és akkor indokolta azt, hogy esetleg megszakítsuk a terhességet? Igen, hát teljesen jogos a kérdése. Tulajdonképpen itt annyit el kell mondani ennek az öröklés menetről, hogy a beteg gént az X-kromoszóma hordozza, tehát a nők a betegség hordozói, és a betegség a férfiakon manifesztálódik. Na most, ha az öröklés szabályait figyelembe vesszük, akkor ha van egy hordozó nőbeteg, és születik egy fiú gyermeke, akkor 50% az esélye annak, hogy a beteg X-kromoszómája kerül a magzatba, 50% hogy az egészséges. Tehát magyarul azt lehetne mondani, hogy 50% az esély, hogy beteg fiú gyermek szülessék. Na most a hemofiliások azok csak férfiakon manifesztálódnak, és nők a hordozók. Ez fontos kérdés, hogy meg lehet-e mondani előre, ugye, mert a hemofília azért még ma is súlyos betegségnek tekinthető, bár a mostani faktorpótlás mellett azért ezek a hemofiliások már közel azt a kort megérik, mint a nem hemofiliások, de azért most is ez veszélyes betegség. Na most ezt vizsgálni lehet több módon. A 8-10 hetes korban egy beavatkozással, amit úgy hívunk, hogy kórium biopszia, tehát egy mintát lehet venni a magzati DNS-ből, és meg lehet mondani, hogy ez a kromoszoma, illetve genetikai rendellenesség megvan-e a magzatnál, vagy nem. Egy kicsit később, olyan 10-12 hetes korban már a magzat köldökvér mintát is lehet venni, amiből megmérhető az alvadási faktorok szintje, tehát ott is pontosan mérhető, ugye, hogy a magzatnak mondjuk 1% a 8-as faktor, ami azt jelenti, hogy egy súlyos hemofíliája van. Na most ezekben az esetekben, hogyha a szülők nem kívánják a terhességet megtartani, a terhesség műfileg befejezhető. Tudjuk azt, hogy ez a veleszületett, öröklött hemofília, és ez azért kevesebb, mint a szerzett. Igen. A szerzetteknél is hasonló tünetekkel jár, és ha igen, akkor mik ezek a tünetek, és ott mi a teendő, hiszen mondjuk egy alkoholos mázsugorodásnál nem biztos, hogy a faktorpótlás lehet megoldás. Igen. Na most tulajdonképpen a szerzett vérzékenységek eseteiben legtöbbször arról van szó, ugye, hogy a véralvadási faktorok szintje, vagy a vérlemezkék szintje csökken. Hát azt ehhez hozzá kell tenni, ugye, hogy a véralvadási faktorok termelődéséért elsősorban a máj felelős, de egyéb fontos szervek, például az érfal, a vérlemezkék is nagyon fontos szerepet töltenek be ebbe, tehát ezeknek a hiánya okozza. Na most ez a vérzékenység, ugye ha egy májbeteg vérzik, nem biztos, hogy véralvadási zavara van. Lehet attól egy gyomorfekélye, lehet attól egy nyelőcső viszél repedése, tehát nem biztos, hogy minden esetben véralvadási faktor hiány okozza a vérzékenységet. Tehát az, hogy valaki vérzik, az önmagában nem azt jelenti, hogy vérzékeny, tehát véralvadási szempontból vérzékeny. Tehát egy gyomorfekélytől is vérezhet valaki, vagy ha egy vesekő felsérti a vesevezetéket, vérezhet valaki, anélkül, hogy hát kimutatható vérzékenysége lenne. Főorvos úr, beszéltünk itt ugye már arról, hogy különböző szerek azok, amik hát tulajdonképpen e betegeknek elengedhetetlenek, és hogy ezért már fejlődünk, és egyre jobb, egyre fejlettebb téren is az orvostudomány, de mégis úgy hogyan képzeljük el e betegek kezelését, mire szorulnak ők, milyen gyakorisággal kell megjelenniük, mondhatnám azt is, hogy az életminőségre hogy hat ki. Igen, nagyon fontos probléma, tulajdonképpen főleg a hemofiliás és a Willebrandos betegeknél tulajdonképpen egy életvezetést kell kialakítani már gyerekkor óta. Hát erre például ugye pályaválasztási tanácsadás nagyon fontos, hogy olyan
pálya felé irányítjuk a betegeket, ahol nem éri őket nagyobb trauma, versenyszerű sportot nem célszerű nekik csinálni. Sok ilyen apró dolog van, amivel ennek az esélyét, hogy ők gyakran véreznek, meg tudjuk előzni. Na most, hogy milyen gyakran szorulnak faktorpótlásra. Úgy ott tartunk, hogy ma már mindegyik felnőtt hemofiliás betegünknek otthon van saját magának a faktora. Őket kioktatjuk, pontosan tudják, hogy mikor kell a faktort beadni maguknak vénásan, és mennyit. És ellátjuk faktorral is, ellátjuk tanácsokkal is, tehát gyakorlatilag egy otthon saját magukat is tudják kezelni, hogyha kisebb a vérzés. Ha nagyobb a vérzés, akkor természetesen azt is tudják, hogy most nem lehet, most kell jönni kórházba. Most, hogy milyen gyakorisággal, hát ez attól függ, van, akinek egy fél évben, ha nagyon vigyáz magára, akkor nem nagyon kell, de hát előfordulhatnak balesetek is, előfordulhatnak hát olyan sérülések, ami vigyázatlanságba adódik, de általában ezek a betegek tudják, hogy mit szabad, mit nem szabad. Ez azt jelenti például, hogyha egy ilyen betegséggel élő ember mondjuk csak éppen, hogy megszúrja, megvágja az ujját, akkor azonnal orvoshoz kell fordulni, vagy ők már képesek ezeket a helyzeteket is kezelni? Ezeket a helyzeteket képesek kezelni, tehát a kisebb típusú vérzéseket képesek kezelni. Hát itt leggyakoribbak az izomvérzés, kis izületi vérzés, tehát tudja a hemofiliás beteg, hogyha ugye hirtelen elkezdett fájni a térde, akkor jön a faktor. Tehát annyira ki vannak oktatva, és annyira oda tudnak figyelni magukra. Ez pár éve működik, ez az otthonkezelési szisztéma, de nagyon jól bevált, nagyon szeretik a betegek, és jóval kevesebb időt kell nekik kórházban eltölteni. Van-e lehetőség arra, hogy egy hemofiliás férfi, hiszen mindig csak ők betegszenek, meg őnek manifesztálódik, előzetesen mondjuk a párját bevizsgáltassa, hogy vajon hordozza a leendő pár, volt-e már e felé kérés, vagy van-e lehetőség? Lehetőség van rá. Na most az egész egészséges populációt leszűrni erre teljesen lehetetlen dolog, tulajdonképpen, de szóval elvileg egyes egyéneket le lehet szűrni, tehát pontosan az anyai DNS-ből is el lehet végezni ezt a vizsgálatot, ami kimutatja az X-kromoszómán ezt a rendellenességet, de egyszerűbb vizsgálat ennél, és talán kevésbé költséges, amikor a hordozó betegek, tehát a kerjerek, a nők, hordozó nők faktorszintje körülbelül 50%-a a normálisnak. Tehát egy egyszerűbb vizsgálatból is már ezt meg lehet mondani. Na most, ha ez kifejezett kérés, és van valami olyan anamnesztikus támpont, hogy ezt el kell végezni, el lehet végezni. A DNS vizsgálat költségesebb, bonyolultabb, de természetesen ezt is meg lehet csinálni. Mi van akkor, hogyha egy vérzékeny beteg műtétre szorul, műteni kell? De tulajdonképpen semmi nagy gond nincsen, minden vérzékeny betegnél minden műtétet el lehet végezni. Na most azt kell tudnunk pontosan, hogy milyen típusú ez a véralvadási zavar. Hát a hemofiliásokról, Willebrandosokról, akik hát ugye nyilvántartásunkban, gondozásunkban van, ez semmi gondot nem jelent. Pontosan be tudjuk állítani a bevitt faktor mennyiséggel a faktor szintet. Tehát ez azt jelenti, hogy műtét előtt megkapnak egy meghatározott mennyiségű alvadási faktort, a műtét napján meg utána egy 3-4 napig még egy biztosító adagot, és akkor utána csökkentett adagban körülbelül maximum egy hétig. Teljesen biztonságosan vérzés nélkül operálhatók ezek a betegek. Na most azokban az esetekben, ahol nem ilyen öröklött faktorhiányról van szó, hanem szerzett faktorhiányról, azokban az esetekben ezek a tisztított vírus inaktivált faktorok nem finanszírozottak. Tehát azoknak a plazma készítményeket tudjuk adni, de ezzel is ugyanolyan jó alvadás lehet elérni, csak ezeknek sajnos a vírus átvitel az veszélye. Ahogy erről már beszéltünk.
Felmerül bennem még sok kérdés a betegség kapcsán, de mindenképpen az, hogy a szülő hogy tudja megóvni a gyereket. Tehát amikor kiderül a gyerekről, ugye, hogy ez a betegsége, és ott egy kisgyerek, és ugyanolyan teljes életet akar élni, mint mindenki, mert hát ez természetes, és tudjuk, hogy gyerekkorban minden után nyúlok, rohanok, mit tehet a szülő? Hogyan? Mindig valakinek ott kell lenni a gyerekkel? Tulajdonképpen ez egy speciális eset, a gyerek hemofiliások azok külön egy kis klubba, csapatba tartoznak, ahol az orvosok a szülőkkel is foglalkoznak intenzíven, erről beszélgetnek, és a gyerekeket igen, is... mert ez a szülőnek is egy óriási így van, teher. Így van, így van. És a gyerekeket is minden nyáron táboroztatják, tehát elviszik egy kéthetes nyaralásra, ahol beszélgetnek, ahol felügyelet van velük, szülő is, orvos is együtt. Tehát így lassan kialakul a gyerekekben az az életmód, azok a szokások, amiket követniük kell. De hát még ma is súlyos betegségnek tekinthető. Véralvadási faktorok és az egész véralvadás egy nagyon bonyolult rendszer. A másik véglet, ez szerintem jóval inkább ismert, a trombózis és az embólia, szerintem mindenki számára, meg a latin szavak is most már jelentéssel bírnak. Ugyanezen faktoroknak, vagy más faktoroknak a túlprodukciója, ez játszik abban szerepet? Ott is van egy ilyen örökletes meghatározottság? Van örökletes meghatározottság. Na most tulajdonképpen itt a mérlegnek két karja van, ugye? Az egyik, ha az alvadási faktorok túlzott mértékben termelődnek, akkor ez lehet az egyik oka a trombózis hajlamnak. A másik oka, meg eddig a trombózisról és a véralvadási faktorokról beszéltünk, tehát azokról, amik az alvadást csinálják. Na most ez egy sokkal bonyolultabb szisztéma ennél, ahogy most itt leegyszerűsítettük, mert a véralvadás gátló anyagok is vannak. Most ezt egyszerűen úgy képzeljük el, ugye ha elindul egy véralvadás, akkor azt meg kell állítani. Tehát egy szinten meg kell állni, hogy nehogy túlságosan sok legyen, és nehogy Isten trombózist kapjon a beteg, vagy egyéb nagyobb alvadási problémát. Tehát vannak olyan faktorok a vérben, amik a véralvadás ellen hatnak. És ezek is működnek fiziológiásan, tehát ezzel érjük el, hogy csak annyi véralvadék képződjön, amennyinek kell, ne több. Tehát ezek az anyagok felelősek ezért, itt elsősorban ugye az antitrombin 3 protein C proteines rendszerre gondolok. Na most, ha ezeknek a véralvadás gátló anyagok csökkent mértékben termelődnek, vagy hiányoznak, ez szintén egy genetikusan öröklött betegség család, akkor ez arra vezethet, hogy trombózis alakul ki, vele született genetikus alapon. Most ez a másik olyan betegségkör, amire fel kell figyelni és diagnosztizálni lehet, és kell, mert vannak esetek, amikor ez gyakorlatilag egy akár élethosszig tartó véralvadásgátló kezelést tesz szükségessé, más esetekben, tehát bizonyos formáiban, meg csak rövidebb idejű véralvadásgátló kezelést tesznek szükségessé. Tehát ezeknek az ismerete is legalább olyan fontos és gyakorlati jelentőségű. Több ilyen beteg van? Tehát nem a vérzékenyek kevesebb számban vannak, a véralvadásra hajlamosak pedig nagyobb számban előfordulnak elő a populációban? Így van, így van. Na most a hemofilia az mondom ritka, a Willebrand betegség az kicsit talán gyakoribb, de az sem olyan jelentős számú. A protein C, proteines hiány, illetve a APC-rezisztencia, ezek viszonylag gyakrabban előfordulók. Egyes adatok szerint például az APC-rezisztencia, ami hát a trombofiliás állap, tehát a fokozott trombozis hajlammal járó állapotoknak egy formája, az európai populációban olyan 8-10%. Tehát jelentősebb szám. Na most ez önmagában nem jelent olyan nagyon nagy trombózis rizikót, de ha ehhez társul még valami, tehát valaki például fekvőbeteg lesz, vagy gipszet kap a lábára, vagy fogamzásgátlószer, akkor a kettő együtt kifejti azt a hatást, hogy trombózist kap. Na most ha ilyen még mellette, még ezen kívül nincsen más rizikó, akkor ezek a betegek lehet, hogy egész életükben nem kapnak trombózist. De ha ehhez még hozzájön még egy kicsi más, akkor kialakul. Mennyire
befolyásolja a betegség az életidőtartamát. Tehát ezeknek a betegeknek is ugye a megfelelő életmóddal, kezeléssel ugyanolyan esélyük van magas kort megérni, mint az egészséges betegeknek. Tulajdonképpen, ha történelmileg visszamegyünk, akkor amikor a betegséget még nem tudtuk gyógyítani, a betegek maximum 1-2 évtizedig éltek. Ma már, hogy megfelelő mennyiség és minőségű alvadási faktorok állnak rendelkezésünkre, és ha a beteg és a kezelő orvosok odafigyelnek a betegségre, akkor gyakorlatilag azt a kort megérhetik, mint hemofília nélkül. Érdekes kérdés, és én ebben a műsorban felszoktam tenni, hiszen érdekel, az orvostudomány napról napra változik, ugye minden egyre jobbá válik, sőt beszélgettünk mi már itt igazán a jövőről. Nem mondom, hogy a science fiction határát súrolva, de tényleg voltak érdekes kérdések. Nem akarom elviccelni a dolgot, csak az érdekel, hogy e téren a kutatások mit mutatnak a jövőre nézve, mi az, ami esetleg még jobbat, még nagyszerűbbet jelenthet a betegeknek. Hát tulajdonképpen a igazi jövője a hemofiliák kezelésének a génsebészeti eljárások, ami hát jelenleg még nem rutin, de komoly esélyeink vannak, hogy néhány év, esetleg 1-2 évtized múlva már gyakorlattal válik, hogy a beteg génszakasz génsebészeti úton kicseréljék. Talán ez lesz az igazi jövő. Hát nem tudom, hogy van-e még egyéb kérdés, valami még, ami fontos, amire főorvos úr felhívná a figyelmet. Én azt hiszem, hogy sok mindent átbeszéltünk. Egy a biztos tehát, hogy aki ezzel a betegséggel küzd, és mint oly sok más esetben is hallottuk már, a megfelelő életmód az mindig nagyon fontos, és én azt hiszem, hogy ennek mindig kulcs jelentősége van. Remélem, hogy a nézők ismét elégedettek az orvos válaszával. Köszönöm vendégeinknek, és a nézőknek természetesen a figyelmet köszönöm, megtartsanak velünk a legközelebb is. Viszontlátásra! Köszönöm.